Sziasztok, Buda Éva vagyok. Tudom, hogy nagyon rossz a minőség a videónak, de besötétedett is, nincs elég fényem. Viszont mindenképp szerettem volna megcsinálni még ma este ezt a videót. Kijegyzeteltem, amit szeretnék mondani, úgyhogy nagyjából olvasni fogom. A mai téma: van-e a tehén-tej és az egyes típusú cukorbetegség kialakulása között összefüggés? Az eddigi eredmények arra mutalnak, hogy igen, van. Ezek az eredmények elegendőek voltak ahhoz, hogy az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ezzel kapcsolatban közzé tegyen egy figyelmeztető közleményt. Az egyes típusú cukorbetegség ugye gyerekkorban alakul ki többnyire, csak többnyire, mert hiszen felnőtt korban is kialakulhat. Amikor elfogyasztjuk az ételt, a szervezet felszívja a számára hasznosítható anyagokat, a nem kívánatos részek pedig tovább haladnak. A bél mint egy szűrőként működik, ha valahol sérülés keletkezik, a sérülés helyén a nem kívánatos anyagok is átjutnak. Ez a leaky gut. Hát úgy kell elképzelni, mint egy igazi szűrőt, és ahol megsérül a szűrő, ott nagyobb a lyuk, ott nagyobb az áteresztő képesség, és nagyobb dolgok is átjutnak. A baba bélrendszere nagyobb áteresztő képességgel rendelkezik, hogy az anyatejből a fehérje tudjon a gyermek szervezetébe kerülni, tehát ez védi meg majd a betegségtől, és erősíti az immunrendszerét. De hogyan kerül a gyermek szervezetébe az idegen fehérje? Például tápszerrel. És a legtöbb tápszer tej alapú, tehén-tej alapú. Mi történik, ha idegen fehérje jut a szervezetbe? A szervezet antitestet termel ellene, úgy fogja fel, mint valami ellenséget, mintha bacillus vagy vírus lenne. Egyes esetekben viszont ezek az antitestek elpusztítják a szervezet saját sejtjeit is, ez az autoimmunbetegség. Az egyes típusú cukorbetegek esetében ezek az antitestek az inzulin termelő béta sejteket pusztítják el. És ha egyszer ezek a béta sejtek elpusztulnak, akkor nem nőnek vissza. Tehát a betegség fennáll egész életünkben. Miért támadja meg az antitest a béta sejtet? A fehérje tulajdonképpen aminósavak láncolata. Van egy olyan 17 aminósavból álló szegment a tehén-tej fehérjében, ami létezik a béta sejten is. Tehát a fehérje olyan, mintha ilyen gyöngyszemeket fűznénk fel egymásra, ezek lesznek az aminósavak, és több ilyen láncolatból áll majd egy fehérje, ez itt egy szegment, és ez a szegment, ez a 17 aminósavból álló szegment megegyezik a béta sejten is a lévő szegmenttel. Tehát amikor az antitest bolyong a szervezetben, és ő ezt a szegmentet keresi, ahol majd lesz egy piros, két zöld, egy barna, blablabla, aminósav, és ha ugyanilyen szerkezetet talál, azt el fogja pusztítani. Tehát sajnos, hogyha ez a béta sejten van, akkor a béta sejtet is el fogja pusztítani. Okay. Lehet-e örökölni az egyes típusú cukorbetegséget? Hát van némi hajlandóság rá, de az egyes típusú cukorbetegeknek 90%-a nem tud más cukorbeteget felmutatni a családban. És egypetélyű ikrek esetében pedig, hogy mind a két iker egyes típusú cukorbeteg lesz, ez csak 30%-ban fordul elő. A többi 70%-nál csak az egyik lesz cukorbeteg. Bizonyítékok. Hogyan támasztják alá ezt a véleményt, hogy a tehén-tej esetleg kiválthat egyes típusú cukorbetegséget?
Világszerte megfigyelhető az összefüggés a tejfogyasztás és az egyes típusú cukorbetegség kialakulásának gyakorisága között. Ha megnézzük például Finnországot és Japánt, Finnország, ahol nagyon magas a tejfogyasztás, és Japán, ahol nagyon kevés a tejfogyasztás, Finnországban 36-szor több az egyes típusú cukorbetegek száma, mint Japánban. Egyetlen országon belül is megfigyelték ezt a jelenséget, Olaszországot vették, például 9 régióra osztották, és azon régiókban, ahol magasabb volt a tejfogyasztás, magasabb volt az egyes típusú cukorbetegek száma is. Az egyes típusú cukorbetegség az egyik leggyakrabban terjedő betegség. Az európai országokban az elmúlt néhány évtizedben több mint 10-szeresére nőtt az egyes típusú cukorbetegek száma. Ez egyenes arányosságot mutat a megnövekedett tejfogyasztással. Van kivétel, méghozzá Iceland, Új-Zéland és a masszái emberek az afrikai Tanzániában. És miért van az, hogy ők is sok tejet fogyasztanak, még sincs sok egyes típusú cukorbeteg köztük? Különböző csordák tejeinek fehérje között fontos különbség van. Ezen azokban a tejben, amit ezek az emberek fogyasztanak, kevés az A1 és a BB-takaszein, ez egyfajta tehén fehérje. Az ő tehén tej fehérjükben több az A2 variáns. Tehát más fehérje van azokban a tehén tejekben, mint amit mi fogyasztunk. A tenyésztett tehenek teje 80%-ában ezt a rosszféle fehérjét tartalmazza, tehát az A1 és a BB-takaszein. Azért, mert szelektíven tenyésztik a teheneket, és a magas fehérje tartalomra törekszenek a tejtermelők. Még egy megfigyelés. A populációk tagjait vették, és összehasonlítva az egészséges egyéneket az egyes típusú cukorbetegekkel, azt az eredményt kapták, hogy a magas tejfogyasztás, ami legalább 3 pohár naponta, 5,4-szer növeli az egyes típusú cukorbetegség kialakulását. A frissen diagnosztizált egyes típusú cukorbeteg gyerekek szervezetében megnövekedett mennyiségű antitestet találtak, ami a különböző tejfehérje ellen irányultak. A frissen diagnosztizált egyes típusú cukorbeteg gyerekek 100%-ánál kimutatták az antitesteket, ami bizonyos tejfehérjék ellen irányultak, mégpedig a bovine szérum albumin és a 17 aminosabból álló ABBOS peptidot. Inzulin elleni antitestek gyakran előfordulnak az egyes típusú cukorbeteg gyerekek szervezetében. Ennek oka, ha a 3 hónapos alatti gyermek találkozik a tehén inzulinnal, aminek az a neve, hogy bovine inzulin. A tehén tej elleni antitest megtámadja az emberi inzulint, és ez egy autoimmun reakciót válthat ki, aminek cukorbetegség lehet az eredménye. Frissen diagnosztizált gyermekeknél a T-sejtek elszaporodását, ami a tej fehérje ellen irányul, kimutatták. Tehát ez a T-sejt, ez az antitesten van. Ha egyszer ezek a sejtek aktiválódnak a tejfehérje által, akkor ezek megtámadják a béta sejteket és elpusztítják azt. Most ha az anya szoptat, mennyire van biztonságban a kicsi? Hát nem tudni, hiszen az anyatejben is kimutatták a tehén tejfehérjét, tehát hogyha a szoptatós anya tehén tejet iszik, akkor ez a
tehéntejben lévő fehérje átmegy a szervezetén, és az anyatejben, anyatejjel együtt tovább adhatja a gyereknek. Hogy ez mennyire lesz majd veszélyes, azt egyelőre nem tudják. Állati kísérletet is végeztek egéren és patkányon, a tehéntej cukorbeteggé tette őket, viszont a szója fehérje és a búza fehérje is gondot okozott. Tehát legjobb az, hogyha elkerülünk mindenféle, minek mondjuk, hogy hívjuk, amivel a gyereket etetjük, tápszert, és inkább szoptatunk, hogyha lehetséges. És az orvosok azt ajánlják, hogy egy éves kor alatt semmiképp ne adjunk tehéntejet a gyereknek, sőt, ha lehet utána sem, mert nem jó. Tehát egyszer összefoglalva, az a lényeg, hogy egyes orvosok arra gondolnak, hogy a tehéntejben lévő fehérje, amikor a szervezetbe kerül, a szervezet antitestet termel ellene, és ugyanez az antitest fogja elpusztítani a bétasejteket is, azért, mert a tehéntestben, a tehén tejfehérjében lévő szegment megegyezik a bétasejten lévő szegmenttel. Tehát jobb elkerülni a tejet, ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban. Tehát ez csak egy ok, amit feltételeznek. Ki tudja még, milyen ok áll a háttér, az egyes típusú cukorbetegség kialakulásának hátterében. Ha több információt szeretnél még a cukorbetegségről, akkor nézd be a Facebook oldalamba, cukorbetegség más szemmel címmel. Van cukorbetegség más szemmel, ez a címe a Facebook oldalnak, a link jelent lesz a leírásban. Van még egy Facebook oldalam, az egészségesebben, annak is a link jelent lesz a leírásban. És hát nézd meg a többi videómat is, hogyha szeretnél még több infót a cukorbetegségről, vagy ha egyéb betegségről szeretnél hallani, mert folyamatosan fogok majd feltölteni egyéb betegségekről is videókat. És mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, viszlát a következő videómban!